Hivatalosan is lezárta a nemzeti konzultációt Orbán Viktor, a kampányra utalva forró őszt ígért. 7 éve nem kért szót a parlamentben a fideszes Bíró Márk, de nem ő az egyetlen hallgató képviselő. Kiraboltak egy letelepedési kötvényt forgalmazó céget, fontos iratokat szereztek meg a rablók. Több négyzetméteren mozdult el a Rákóczi híd támfala, a közútkezelő megerősíti a falat, hogy ne legyen baleset. Jó reggelt kívánok, ez a Híradó 6 órakor, Tóth Géza vagyok. Forró őszt ígért a kormány tagjainak Orbán Viktor a nemzeti konzultációt lezáró beszédében. Azt mondta, Soros György mindent meg fog tenni azért, hogy olyan kormány legyen, amely úgy táncol, ahogy ő fütyül, de ezt nem fogja hagyni. Az őszi német választások kapcsán arra kérte a kormány tagjait, hogy imádkozzanak Angela Merkel győzelméért. Orbán Viktor szerint a multikulti dugába dőlt. A nyugati országok pedig már szabadulnának a migránsoktól. Hozzátette, szerintük nem az a megoldás, ha szétosztják őket, hanem a migránsok elszállítása, amiben a magyar kormány szívesen segítkezne. Újabb kemény csaták elé nézünk, különösképpen, mivel közelednek a választások. Soros mindent el fog követni, hogy Magyarországon olyan kormány legyen, amelyik úgy táncol, ahogy ő fütyül. Amelyik lebontja a kerítést és megnyitja a határokat az illegális bevándorlók előtt. A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy a Jobbikot is befogta a hálójába. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, jelentős gazdasági sikereket ért el Magyarország az elmúlt években, amelyeket az emberek is sikernek tartanak. A miniszter szerint szocialista kormányok alatt a hitelfelvételt tartották sikernek, és azt, hogy az állami vagyon meghatározó elemeit értékesítették. Szerinte a legnagyobb siker, hogy az európai trendekkel ellentétben csökken a magyar adósság mértéke. Ma azt tekintjük inkább sikernek, amit a magyar emberek többsége is sikernek gondol. Ez pedig nem lehet más, mint az, hogy növekedjenek a bérek, növekedjenek a keresetek, legyen több munkahely, legyen az emberek számára megélhetési lehetőség, és találjanak maguk számára olyan munkahelyet, amin keresztül saját magukat és a családjukat el tudják tartani. Semmilyen Zsolt szerint bármilyen kerítést építünk, akárhogy harcolunk, amíg nem születik elég gyerek, nem tudjuk megvédeni a hazánkat. És pontosan tudjuk azt, hogy a migrációban az a legveszélyesebb, hogy nem visszacsinálható. Ha most elrontjuk, azt nem lehet majd utólag jóvá tenni. Kósa Lajos pénzügyileg megtámadhatatlannak nevezte Magyarországot. Szerinte az ország ezért tudja megvédeni határait, és ezért tud ellenállni az inváziónak. Az embercsempész bandák pedig ma nagyobb jövedelemre tesznek szert, mint a kábítószercsempészek, tehát ez ma nagyobb üzlet. Ráadásul az embercsempész bandákat segíti az a spekuláns megfontolás, amit Soros György képvisel, nevezetesen, hogy neki pedig az a véleménye, hogy Európában évente 1 millió bevándorlót kellene behozni. Orbán Viktor szabadságra engedte kormánya tagjait, akiknek azt üzente, eddig meleg nyarunk volt, és még forróbb ősz vár ránk. Megint találkozott titkos tárgyaló partnerével Gyurcsány Ferenc, erről a DK elnöke beszélt az Egyenes beszédben. Azt mondta, ezúttal nem látta azokat a dokumentumokat, amelyek Orbán Viktor svájci bankszámláinak létezését támasztják alá, de a bizonyítékok áráról már megállapodtak. Gyurcsány Ferenc azt is mondta ugyanakkor, hogy tárgyaló partnerei nem csak pénzügyi alkut akarnak kötni vele. 19 olyan országgyűlési képviselőt számolt össze a magyar nemzet, akik egyszer sem szólaltak fel idén a parlamentben. A fideszes Bíró Márk például már 7 éve nem kért szót az ülésteremben, és néma maradt a kormánypártiak közül Farkas Lórián, Kubatov Gábor, Mennyi Roland, Simonka György és Révész Máriusz is. Az ellenzék soraiból se volt aktív mindenki, így például az MSZP-s Molnár Zsolt és Tóbiás József sem kért szót. A felszólalások átlagos számát tekintve egyébként legtöbbször az LMP politikusai beszéltek. Híradónk információi szerint pénzt nem, fontos iratokat és adatokat viszont megszereztek azok, akik az egyik budapesti letelepedési kötvényt forgalmazó cég irodájába törtek be. A lopás 2,5 hónapja történt, és a 444 írta meg. A rendőrség nyomoz, de részleteket nem árultak el. Miért van szükség ezekre a közvetítő cégekre, amelyek offshore cégek? Egy dolgot tudunk róluk egészen biztosan.
nem Magyarországon adóznak. Több mint két hete nem először próbálták megtudni az ellenzéki képviselők, miért volt szükség a kötvényértékesítésnél közvetítő cégekre. A ilyenfajta kötvények kibocsátását megszüntettük. Ellenzéki siker, gratulálok önnek. Igazából kitért a válaszom erről, miniszterelnök úr. Itt azért mégiscsak arról van szó, hogy 110-130 milliárd forint elment ezekhez a cégekhez. Ekkor még nem tudták a miniszterelnököt kérdező képviselők, hogy éppen ilyen közvetítő céghez törtek be hónapokkal korábban. A 444.hu szerint több millió euró készpénzt vittek el, és a letelepedési üzlettel összefüggő bizalmas dokumentumokhoz is hozzáférhettek. Az ATV híradója azonban úgy értesült, pénzt nem, de nagyon fontos iratokat viszont elvihettek a betörők. A rendőrök közleményükben azt írták, folyamatban lévő ügyben a nyomozás érdekei miatt nem nyilatkoznak, de azt elismerték, hogy lopás miatt nyomoznak már április eleje óta. A szocialisták szerint nem csak magával a letelepedési kötvény bizniszsel van baj, azzal is, hogy sokkal kisebb súlyú bűncselekmények időben kiderülnek, most pedig hónapokkal később egy újságcikkből értesülnek erről. Szomorú az, amikor olyan mondatok hagyhatják el az emberek szájait, és ma reggel is hallottam ilyet, hogy na hát, akkor, amikor már olvajtól is lopnak, szóval akkor már nagy baj van. Nem tudom, hogy helytálló-e, nem akarom eldönteni, döntsék el önök. A letelepedési kötvényprogramot 2013-ban indította el a kormány, abban az időben, amikor Rogán Antal az Országgyűlés Gazdasági Bizottságát vezette. A bizottság pályáztatás nélkül választotta ki azokat a jellemzően offshore hátterű cégeket, amelyek jogot kaptak a kötvények árusítására. A hivatalos indoklás az volt, hogy a kötvényeken keresztül olcsón jut pénzhez az állam. Közben az is kiderült, hogy a közvetítők milliárdokat kerestek. A papírokat kibocsájtó államadósságkezelő központ idén januárban jelentette be, áprilistól nem árulják tovább a kötvényeket, mivel azonban 5 éves a futamidejük, ezért információink szerint egyes közvetítő cégek tovább működnek majd. Továbbra sem kell elárulnia a sportszervezeteknek, hogy mely cégektől kapnak TAO támogatásokat. Az elfogadott javaslat egyszerűen törölte a közhasznú szót a törvény szövegéből. Így mi korábban csak közhasznú alapítványok kaphattak támogatást, addig a jövőben bármilyen utánpótlás neveléssel foglalkozó szervezet TAO pénzekhez juthat. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakértők szerint azért változtatták meg a jogszabályt, hogy egyes támogatott sportszervezeteknek a jövőbe se kelljen elárulniuk, kitől kapják a pénzüket. A hagyományos alapítványok ugyanis kisebb mértékű adatszolgáltatásra kötelezhetők, mint a közhasznúak. Újabb kibertámadás söpör végig a világ több országán. Kedd délután először Ukrajnából jelentette több bank és vállalat, hogy kibertámadás érte szervereiket. Utána egyre több országból érkeztek hasonló hírek, köztük Oroszországból, Nagy-Britanniából, sőt Magyarországról is. Szakértők szerint összefüggés lehet a fertőzések között, és egy újabb zsaroló vírusra gyanakodnak. Legutóbb májusban söpört végig a világon egy ilyen internetes zsaroló vírus. Autójában végezte ki egy katonai hírszerzőt Kijevben. Az ezredest gépkocsijával együtt robbantották fel. Szemtanúk arról számoltak be, hogy bár a merénylet egy kórház közelében történt, egyetlen orvos sem sietett az áldozat segítségére. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy kit sejtenek a támadás hátterében. A kelet-ukrajnai polgárháború kitörése óta több robbantásos merénylet is történt Ukrajna szerte, de autóba rejtett pokolgépekkel ritkán követnek el támadásokat. Újabb vegyi fegyvertámadásra készül a Szír rezsim, az amerikai hírszerzés információi szerint. A Fehérház figyelmeztette az Assad kormányt és szövetségeseit, hogyha újabb támadásra kerül sor, azért nagy árat fizetnek majd. Az április 4-én végrehajtott szíriai vegyi fegyvertámadás elborzasztó képei. 87 ember halt meg, köztük 30 gyermek a mérges gázok belélegzése miatt. Donald Trump akkor válaszul rakétatámadást rendelt el az ellen a katonai bázis ellen, ahonnan a szír kormány repülői felszálltak a vegyi fegyverekkel. A Fehérház most arra figyelmeztet, a szíriai kormány újabb vegyi fegyvertámadásra tett előkészületeket. A gyanús mozgások az amerikai hírszerzés szerint kísértetiesen hasonlítanak az április 4-e előtt megfigyeltekhez. Sean Spicer fehérházi szóvivő azt mondta, ha az Assad rezsim újabb támadást visz véghez, azért a rezsim és a szír hadsereg is nagy árat fog fizetni. Az Egyesült Államok ENSZ nagykövete Iránt és Oroszországot figyelmeztette.
Remélem, hogy az elnök figyelmeztetése arra készteti majd Iránt és Oroszországot, hogy alaposan gondolják át, mit akarnak tenni. Nem akarunk újra ártatlan férfiakat, nőket és gyerekeket szenvedni látni, mondta Nikki Haley. A szíriai vezetés tagadta, hogy újabb vegyi fegyveres támadásra készülnének. A térségben közben intenzív harc folyik az iszlám állam ellen. Az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció az iszlám állam egyik börtönét bombázta le. A támadásban legalább 60-an meghaltak. Helyi médiaértesülések szerint a legtöbb áldozat azonban civil vagy szír felkelő. A csekk fizetésnél is igazolni kell magunkat, ha a postai dolgozó azt kéri. Változott ugyanis a pénzmosás elleni törvény. Hogy mikor kell a személyes adatokat ellenőrizni, az attól függ, hogy milyen betűjelzés van a csekken. Ha nincs semmilyen betű, akkor kötelező az igazolás. De a leggyakrabban használt közüzemi és hatósági csekkeknél nem lesz szükség az ellenőrzésre. Én ma reggel hallottam ezt először. Meglepődtem rajta, de hát ha kell, akkor kell. Hát majd be fogom mutatni, nem vagyok terrorista, nincs mitől félnem. Biztos, hogy nem fogom odaadni a személyigazolványomat, mert akkor nem tudom, hogy fogom feladni a csekket, de nem adom oda. Sokan még nem is hallottak az új szabályról, amely szerint a postán elkérhetik a személyigazolványt, amikor pénzt fizetnek be. A posta szerint azonban mindez csak az ügyfelek 2-3%-át érinti, és sokat számít, hogy milyen betűjelzés van a sárga, illetve a fehér csekken. Az emjelűeknél például nincs szükség a személyes adatok közlésére. Ha hatósági csekket kell befizetnie valakinek, ez lehet adó, lehet bírság, vagy bármilyen illeték, itt semmilyen adatrögzítési kötelezettség nincsen, eddig sem volt, és ezután sem lesz. Azon, amelyen ott van jobb oldalon fent egy nagy F és egy nagy M, ott 300 ezer forintig továbbra sem kell semmilyen adatot ellenőrizni a postákon, de 300 ezer forint felett kell az ellenőrzés. Egy biztos, a közüzemi számlákat ugyanúgy fizetjük, mint eddig. Amikor egy szolgáltatás kiegyenlítése történik, ráadásul az ügyfél azonosítója is rajta van a csekkeken, feladó címzett azonosító, ezekre nem vonatkozik az a szabály, hogy külön azonosítást kell kérni, hiszen az ügyfél azonosítása, azonosító kódja is szerepel a csekkeken. Akkor is kötelező az adatokat megadni, ha valakinek pénzt küldünk, méghozzá jelölés nélküli csekken. Amikor az átutalás a törvény hatálya alá esik, tehát vélelmezhető az, hogy pénzmosásból származik, vagy pénzmosást készülnek elkövetni, vagy terrorizmust finanszírozni, tehát amikor korábban ezek rózsaszín csekken történő átutalások voltak. Eddig egyébként a kaszinókban nem kellett kötelezően megadni a személyes adatokat, de a törvény most már felhatalmazást ad a személyi igazolvány vagy az útlevél másolására is. Az orosz mérnökök megtalálták a hibát a felújított 3-as metró szerelvényein, és azt ki is javították. A BKV szerint jövő héten az összes felújított kocsi forgalomba állhat. Az MSZP ugyanakkor feljelentést tervez az ügyben, a DK pedig Tarlós István távozását sürgette. Kijavították a 3-as metró vonalán többször elromlott, felújított orosz metró szerelvények hibáit. A BKV szerint, ha nem lesznek újabb problémák, akkor a járműveket jövő héten ismét üzembe állítják. A Budapestre érkező orosz mérnökök szerint a szerelvények egyik alkatrészével, az optikai csatoló elemmel volt probléma. Ezt a hibát már kijavították, ám most a teljes flottát átvizsgálják. Az MSZP számára érthetetlen, hogy a BKV miért nem hajtja be a jogosan járó, csak nem 500 000 forintos kötbért az orosz gyártótól. Én a jövő héten kénytelen leszek összehívni az általam vezetett Fővárosi Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságot, illetve ha az nem juttat megfelelő eredményre, nem jutunk dőlőre, hogy mit kell tenni, akkor kénytelenek leszünk az ügyészségen feljelentést tenni a BKV vezérigazgatósága ellen. Nyilván hűtlenkezelés és egyéb csatlakozó gazdasági bűncselekmények gyanúja miatt. A DK a budapesti városvezetés súlyos felelőtlenségének tartja, hogy a légkondicionálás biztosítása nélkül újította fel a 3-as metró szerelvényeit 70 milliárd forintból. A párt aktivistái a nyugati pályaudvar aluljárójában vizet osztogattak a metróból kilépőknek. A
demokratikus koalíció szerint egy olyan országban, ami normálisan működik, a sorozatos metró meghibásodások után, amelyek között már életveszélyes hibák is vannak, hiszen az ajtók nem nyílnak, nem ott nyílnak, illetve az utasoknak kell szétfeszegetni. Egy ilyen normális országban már nem lenne főpolgármester Tarlós István. Az Együtt most már a hármas metróról kezdene valódi nemzeti konzultációt, hiszen azt nem csak a fővárosiak használják. Elsősorban arra lennék kíváncsiak, hogy a magyar polgárok szerint mit kellene most tenni. Folytatni kellene ezt a felújítást az oroszokkal, vagy inkább új szerelvényeket kellene venni, vagy pedig hagyni kellene a régieket, mert hogy azok szinte jobban működnek, mint maguk a felújított szerelvények. Az első felújított metró szerelvény március 20-án állt forgalomba Budapesten, de már az első napokban probléma adódott vele. A BKV a meghibásodások miatt már június elején is kivonta egy időre az összes felújított szerelvényt a forgalomból. Közvetlen buszjáratot indít a BKV július 8-ától, így akár fél óra alatt is ki lehet jutni a repülőtérre. A 100E jelzésű buszok fél óránként indulnak a Deák Ferenc téről, és egy helyen a Kálvin téren állnak meg útközben. A reptéri járatok reggel 4 és este fél 12 között szállítják a belvárosból az utasokat. Egy jegy 900 forintba kerül majd. A reptéről pedig reggel 5-kor indul befelé az első, és éjjel fél 1-kor az utolsó járat. Ugyanakkor a 200E jelzésű Kőbánya-Kispestről induló reptéri járat továbbra is megmarad. Elmozdult a Rákóczi híd támfala, ezért azt meg kellett támasztani. A beton elemek körülbelül 5-6 méteres szakaszon váltak el a töltéstől. A közútkezelő szerint nem lett veszélyes az építmény. Az alig több mint 20 éves híd történetében nem ez volt az első ilyen eset. A Műszaki Egyetem docense szerint ez a hátránya az olcsóbb technológiának, de a híd ettől még biztonságos. Néhány napja vették észre, hogy elmozdult a támfala Rákóczi híd Pesti híd főjénél. Felvételeinken jól látszik, hogy néhol több mint 10 cm-re is kitértek egymástól az elemek. A híd műszaki felügyeletét végző Budapest közút munkatársai folyamatosan dolgoznak a fal megerősítésén. Közleményükben azt írták, hogy a baleset veszély megelőzése érdekében kellett ideiglenesen megtámasztani a támfalat. A híd alig több mint 20 éves története során ez már legalább a negyedik ilyen eset volt. Dalmi Dénes, a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi docense, aki tartó szerkezeti tervezőként és hidászként is dolgozik, a támfal korábbi elmozdulásairól készült fotók alapján igyekezett elmagyarázni, hogy mi történt. Ezeket a szalagokat ugye ledöngölik, és ez az előegyártott elem tulajdonképpen és a szalag fogja meg az egész támfalat. Ezek az előegyártott elemek? Ezek az H-betűk. A Rákóczi hídnál, korábbi nevén Lágymányosi hídnál úgynevezett talajtámfalat alkalmaztak a híd mögé feltöltött föld függőleges megtámasztására. Ezzel az a gond, hogy ehhez a francia szabadalomból átvett, de speciálisan magyar megoldáshoz használt egyik alkatrész rendszeresen meghibásodik. Egy üvegszálas poliészter szalag az víz hatására korrodál. És ez okozza azt, hogy ezek a szalagok kiszakadnak, és ezzel a támfalnak tulajdonképpen ami készült, az megszűnik, tehát a támfal megtámasztó hatása az megszűnik. Tovább rontja a helyzetet, hogy a hídon nemrég elindult a villamos közlekedés, ez pedig felgyorsítja a talajmozgásokat. A BKV-tól szerettük volna megtudni, hogy terveznek-e bármilyen rendkívüli intézkedést, akár sebességkorlátozást a hídon, azonban adásunkig ezekre semmilyen választ nem kaptunk. Meghalt Nagy György, a köztévé legendás műsorvezetője. Többek között az Ablak, a Reggel, a Holmi és a Főtér című műsorok fűződtek a nevéhez. Nagy György 1971-ben kezdett dolgozni a Magyar Televízióban, ahol először képvágóként dolgozott. Később adásokat rendezett, dokumentumfilmeket és riportműsorokat is készített. 1986 óta volt az Állami Ünnepségek kommentátora. A Magyar Televízió alapításának 50. évfordulójára pedig egy 75 részes műsort készített, Szabadságtér 17 címmel. Idén februárban 45 év televíziózás után ment nyugdíjba. Nagy György 64 éves volt. Még mindig nem találták meg azt a 14 éves egyiptomi kislányt, akit hétfőn kora délután sodort el a Duna-Budafokon. A rendőrség a folyó teljes szakaszán keresi a fiatalt. A kislány állítólag nem tudott úszni. Most nagyon békésnek tűnik a Duna, feltűnés csak a reggel óta itt kőröző rendőrmotoros csónak kelt.
Tegnap délután óta keresik az eltűnt kislányt, a kutatást csak éjszakára függesztették fel. A parton most is voltak néhányan, kutyát sétáltattak és napoztak is. Híradónak az egyik szemtanú azt mondta, bár nem látta, amikor a gyerekek elmerültek, de azt igen, hogy felnőtt kíséretében mentek a vízbe. Egy család fürdött itt. Itt volt, szerintem az a papa volt, és három gyerek volt, akik először csak itt a kis vízbe kezdtek el pancsolni, meg fröcskölni, és aztán később mentek be beljebb a vízbe. De hát elég messze mentek a gyerekek, de a férfi itt volt velük, tehát összesen négyen voltak itt. És akkor először a kislány ment be, és utána pedig a kisfiú? Nem, hát mind a három gyerek bent volt. Mindenki bent volt. Tehát ugye nagyon meleg is volt, és akkor mondom, először csak itt a szélén játszottak. A Duna teljes budapesti szakaszán tilos a fürdőzés. Információink szerint a parttól néhány méterre teljesen kiszámíthatatlan a folyó sodrása és mélysége is. Hétfőn a rendőrök a katasztrófa védelemmel közösen búvárok segítségével és motorcsónakokkal vizsgálták át azt a szakaszt, ahol eltűnt a kislány. A keresés jelenleg is zajlik. A teljes Duna szakaszon keressük, a BRFK körözvényt adott ki, értesítette a déli kirendeltségeket is, és minden kirendeltségünk motoros hajói keresik a kislányt. A 14 éves lánynak a testvére próbált segíteni, őt is elsodorta a víz, ám a közelben lévő Uszály legénységének sikerült a 11 éves kisfiút kimenteni. A helyszínre mentőautót és mentőhelikoptert is riasztottunk, amikor megérkeztek, már folyt az újraélesztési kísérlet, minden beavatkozást elvégeztek, ami lehetséges volt, és folyamatos újraélesztés mellett szállították a kisfiút intenzív osztályra. A kisfiú állapotáról jelenleg nincs információnk, de híradónk úgy tudja, a mentők a Heimpál kórházba szállították. És eddig tartott a híradó, most indul a start Krug Emiliával és Gajdos Tamással. Szervusz Tamás, jó reggelt! Mi lesz ma reggel? Jó reggelt, Géza, köszöntöm a kedves nézőket is. Elsőként a 3-as metró ügyéről beszélgetünk G. Németh Erzsébettel, a DK fővárosi képviselőjével. Ugye ezer sebből vérzik a dolog, sok-sok probléma van a kocsikkal, a pályával is, ők legalább megpróbáltak a fővárosi a gondjain enyhíteni tegnap azzal, hogy vizet osztottak a 3-as metróban, tekintett arra, hogy légkondicionáló nincs, vagy nem működik a metróban, úgyhogy a nagy melegben ma meg holnap 40 fok közel hőmérsékletet is várunk, ez komoly gondot jelent. Aztán továbbra is maradunk a közlekedésnél, de már az autósokkal foglalkozunk, Kovács Kázmér ügyvéddel, közlekedési szakjogásszal arról beszélgetünk, hogy Tarlós István felhívására ugye néhány hónappal ezelőtt emlékeznek, mikor a feleségét megbüntették a közterületi kamerák által gyűjtött adatokkal, nevezetesen egy tilos kanyarodás miatt, akkor ő arra szólított fel mindenkit, hogy ne fizessék be ezt a büntetést, amit hát szabálytalan módon vetett ki a közterület felügyelet. Erről beszélgetünk majd, hogy mi a teendő ez esetben, hogy ilyen ügyekben. Tehát Kovács Kázmérrel. Aztán a következő híradó után Volnár János, a Jobbik frakcióvezetője lesz itt, aki azt mondja el, hogy vajon miért is fordul Alkotmánybírósághoz a Jobbik a Lex Csicska miatt. Ez nem is kérdés persze, hogy miért, de hogy hogyan és hogy mit várnak ettől a dologtól. Erről beszélgetünk majd vele pontosabban. Emília fogja őt kérdezni. Szabó Téme, a Párbeszéd társelnöke, az egészségügyi helyzet anomáliáiról, arról, hogy kórházi osztályokat zárnak be az orvosi hiány miatt, és hát sok minden más egyéb aktuális kérdésről is beszélget majd velünk, és aztán Iván Júlia igazgató az Amnesty International Magyarország képviseletében az életbe lépett civil törvényről, és arról, hogy ők is csatlakoztak a bojkotthoz, vagy a polgári engedetlenséghez, hogy tudnék nem regisztráltatják magukat, mint 7,2 milliónál több külföldi támogatása a rendelkező szervezet. És akkor még egy 8 óra előtti utolsó érdekes téma arról, hogy eltűnhet a magyar málna a polcokról, a piacokról, ugyanis most már az elmúlt 25 év, negyed század során közel 90-95%-át sikerült kiirtani a hazai gyümölcsösöknek, hogy miért erről Csizmadia György, a gyümölcsszövetség elnöke nyilatkozik majd, tehát még a következő, a 8 órás híradó előtt. Köszönjük szépen, Tamás, jó munkát kívánunk, most tehát indul a start, tartsanak velünk, én pedig 7 órakor várom önöket ismét friss hírekkel, viszontlátásra!